szép jó estét mindenkinek. Fogadják szeretettel énekemet, fogadják félig csak úgy az én dalom, mint amilyen örömmel én adom. Szép jó estét mindenkinek. Szép jó estét mindenkinek, Szenes Andrea vagyok. Talán legkülönlegesebb műsorunk a mostani. A nagy slágerek között ugyanis megmutatok önöknek olyan felvételeket, amik eddig soha sehol nem voltak hallhatók, láthatók, és ígérem, nem is lesznek. Azért szántam rá magam, hogy megosszam önökkel, azért, mert egyrészt mi egy nagy család vagyunk, másrészt így együtt megértjük talán, hogy miért is írta meg például Szenes Iván a félteni kell néha a biztosat is. Félteni kell néha biztosat is, félteni kell, hogy soha másé nem leszel, mond még ezerszer el. Élnie kell ennek a szerelemnek, élnie kell, közénk ne lépjen senki sem, amíg létezünk, mindig így legyen. Hulló csillag fut az égen, minden elmegy, ami jön. Végtelen csupán a vágyunk, ami volt, ami lesz, köszönöm. És mégis félteni kell, hidd el a biztosat is, védeni kell, hogy soha másé nem leszel, mondd még ezerszer el. Aztán jött valaki, hazudott, és összedőlt.
sopánkodni kár. Mert nem az a fő, ami volt, most csak az a fő, ami van. Biztos, hogyha egyszer kártyavárat építek, nálam vasbetonból lesznek majd a Jolly Jokerek. Hogyha bárki törne rá, ne dőljön össze az a vár, mert utólag már sopánkodni kár. Mert nem az a fő, ami volt, most csak az a fő, ami van. A Jolly Jokerek, hogyha bárki törne rá, ne dőljön össze az a vár, mert utólag már sopánkodni kár. Apai ágon művészfamília, anyai ágon pedig pedagógus, gyógypedagógus familia. Pontosan. Én rajongásig imádtam az apámat. Ez alatt, ebben nincsen semmi rendkívül, hogy valaki szereti az apját, de én tényleg rajongásig imádtam az apámat, aminek ő volt a példaképem, és ma is az. Ennek többek között az is az oka, hogy az apám nagyon szeretett engem, és mindenhová magával cipelt. Tehát képzeld el azt, hogy én, ez lehet, hogy gyereknevelési szempontból nem valami dicsérendő dolog, de én 5-6 éves koromban már a Moulin Rouge-nak az előcsarnokában jágóztam a Vaszari Jánossal, aki apámnak egyik szerzőtársa volt. Mielőtt bárki megkérdezné, hogy mi a jágó, elmondom azt, hogy tulajdonképpen a flippernek egy különleges ős, amikor akkor borzasztó nagy divat volt, akkor a jó-jó volt nagy divat, és a jágó volt. Vagy 5-6 éves koromban állandóan ott lepzseltem a különböző színházaknak az öltözőjébe. Az apám mindenhová magával cipelt, többek között az Ügetőre is ő vitt el engem. 7 éves voltam, amikor először a lóversenyen kint voltam, és ezek voltak a boldog gyermekkornak, ezek a kis csibészes élményei, de voltak nagyon jó szakmai emlékeim is. Például ott voltam akkor, amikor az apám írt a Kóla Jóskával az Ott fogsz majd sírni című dalt. Ott voltam akkor, amikor a Kálmán Imre zongorázta le apámnak a Montmartre-i Bolya című darabot, amit aztán később apám halála után én korszerűsítettem. És ilyen módon tényleg a szakmának minden csínyát, bínyát egészen gyerekkoromban elleshettem. Ott fogsz majd sírni, ahol senki se látsz,
százszor megcsókolsz, majd egy szál ibolyát. Ne írd, hogy vége, hisz azt nem hiszem én. Nappal kigúnyolsz, de az álmod enyém. Vissza fogsz hívni, te se bírod soká. Lesz még, hogy járnál egy kis ablak alá. Akkor már késő, nem is gondolok rám. Ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát. Most ezt azért adtam elő, mert gyerekkorodban, amikor néha nem voltam vele teljes mértékben megelégedve, ami persze nagyon ritkán fordult elő, akkor mindig ezzel a dallal fenyegettelek, hogy ott fogsz majd sírni. Senki se lát. Ennyit erről. A tehetséged mikor mutatkozott meg először? Eleinte komoly versekkel készültem. Eleinte voltak olyan szép álmaim, hogy komoly versekkel fogom beírni a nevemet a magyar irodalom történetébe. Aztán háború után találkoztam apám. Bocsánat, milyen verseket írtál? Tudnál mondani abból egy-két sort, egy-két példát, ha emlékszel rá? Már nem. Egyre emlékszem csak. Nevetséges, de pont egyre emlékszem, de az 6 éves koromban írtam, de az nem tartozik a komoly versekhez. Az anyák napjára írtam az anyámnak egy verset, hogy anyák napja itt van már, a boldog anya erre vár, az anya nem vár hiába, mert nem csalódik fiába, a fiú egy szál rózsát hoz, és ezt oda viszi anyához. Érdekes módon erre ez a vers megmaradt. Egyébként egy sorra nem emlékszem abból a versből sem, amit a apám halálára írtam. És lehet, hogy mentségem, hogy olyan sok mindent, és annyit írtam az életemben, hogy már erre emlékezni is sok. Megírni lehet, hogy nem volt sok, de emlékezni rá, az biztos, hogy sok. Mondtad, hogy komoly költőnek is szántad magad akkor. Igen, igen, de mondom, találkoztam apám zeneszerző barátaival, akik mondták, hogy írjak a zenéjükre szöveget. Én ezt mondom, hogy gyerekkoromban csináltam, aztán nem folytattam, de
annyira erőszakoskodtak, hogy az nem lehet. Mondtam, nem akarok, hát azért mégis egyszerűbb dolog számomra jambusokra írni, vagy tróheusokra írni, vagy magyaros verselésekre írni, mint egy ilyen keresztrejtvényt csinálni állandóan, hogy ugye a zeneszerző elképzelő, hogy ti, tá, ta-ta-ta, tum, és akkor nekem erre meg kell keresnem a szavakat. És mondtam, nem, de azt még nem lehet, hogy a Szenes Bandi fia ezt ne tudja megcsinálni, és aztán rábeszéltek, úgyhogy nyugodt lélekkel megírhattam azt, hogy mások vittek rossz utakra engem. Mások vittek rossz utakra engem. A mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem, nem is lett volna soha talán. Tudom, hogy most intőt érdemelni, ha osztályoznám az életet. Hisz mindig kettőn áll a válság, és az út elágazásnál szívem megtévedett. Megértem, hogyha akárki más egy ilyen nagy hibát csinál, de kérdem, hogy egy komoly tanár, hogy lehet ilyen szamár. Mások vittek rossz utakra engem, de most az élet kiózanít. A hamis gyöngy színes varázsa, csak az üveg csillogása, s az még nem boldog. Ez már az 50-es években volt, ugye, ahol most vagyunk, de volt közben egy világháború. Hol voltál az alatt? A második világháború. Ja, a második világháború. Az egy különleges élmény volt számomra is. Akkor, amikor a második világháború kitört, akkor ugye már rég nem élt az apám. Akkor én a Rezső téren laktam, és a nagyanyám élt ott, volt az a bizonyos gyógypedagógiai intézet. Ott élt az anyám is, oda vonult vissza, amikor az apám meghalt, ott halt meg a nagyapám is, és ott élt az anyámnak a testvére is, Kelemen Antal, aki gyógypedagógiai tanár volt, és ő volt, aki tulajdonképpen ezekkel az emberekkel foglalkozott, ezekkel a betegekkel foglalkozott. Na most a 44-es évnek, azt hiszem, az elején már megszűnt ez a... De nem tudom, a dátumban lehet, hogy előbb, ezt már nem tudom neked egész pontosan megmondani, szóval magyarul megszűnt ez a gyógypedagógiai intézet, és egyedül maradt ott a család, és a nagybátyám az súlyos tüdőbetegséget kapott. És mint tüdőbeteget behívták munkaszolgálatra. És akkor a családi tanács meg akarta menteni. Hát egy halálos beteg ember ott elpusztult volna, és próbálták felmentetni, de akkor már kegyetlen idők voltak, akkor már a nyilas uralomnak a közvetlen előszele már azért keményen megnyilvánult, és nem tudták elintézni, hogy fölmentsék. De valahogy elintézték, azt volt egy magyar arisztokrata, akihez elintézték, hogy oda kerüljön Csicskásnak. És akkor történt az, hogy én Kelemen Antal néven bevonultam munkaszolgálatra még, és ott csicskáskodtam egészen addig a napig, amíg a németek be nem jöttek. És akkor azt telefonált az ember, hogy ne jöjjek, mert különben biztos, hogy ott hamar elfogtak volna a németek, mert az összes munkaszolgálatosat elfogták. Szóval munkaszolgálatos voltam más név alatt körülbelül 4 hónapig. Aztán onnan hazajöttem,
aztán később módon már hát a saját nevem alatt bevonulni. És akkor bevonultam, Putnokra vonultam be. Eleve nagyon szorgalmas munkaszolgálatos voltam. Éreztem, hogy ha túl akarom élni, akkor meg kell erősödnem. Tehát addig, amíg a századunkban nagyon sokan lógtak, én nem lógtam. Én a legkeményebben dolgoztam azért, hogy erős legyek és bírjam. És akkor sikerült is. Csomó helyen voltam, fát vágni, arattam is. Voltam marokszedő is. Mindig, amikor szedtem azt a tüskés markot, a kévéket, akkor mindig eszembe jutott, hogy hogyan lehet az, hogy ezt ide hallik, olvastam magyar irodalomban a marokszedő lányoknak az éneket. Kinek volt kedve énekelni akkor, amikor azt csinálja. Szomjas a föld és éhesek a fák, add már, uram, az eső! Sárga a zöld és száraz a világ, add már, uram, az eső! Kúkad a búza, meghal a virág, add már, uram, az eső! Hozd el a csúnya időt, add már, uram, az eső! Meg a lány, add már, uram, az esőt, bőg a sok állat eledel után, add már, uram, az esőt, könnyeik öntözik csak a legerőt, add már, uram, az esőt, fújd el a gonosz időt, add már, uram, az esőt. A föld és alig-alig ér. Add már, uram, az esőt! Kuppan a fű és törik a levél. Add már, uram, az esőt! Ó, ha ez így megy oda a kenyér. Add már, uram, az esőt! Enyhítsd meg a levegőt! Add már, uram, az esőt! Ízszínű felleget közelít a szél. Hozd már az uram esőt! Elnek a vödrök és csobog a remény. Add már az uram esőt! Emberek éneke az egekig ér. Add már uram az esőt! Add már uram az esőt! Add már uram az esőt! Akkor emlékszem, hogy az Éló fogság, Élónak volt egy ilyen hely, az Élónak nevezték, ez ilyen élelmezési katonai raktár volt, oda vittek be bennünket dolgozni. Arra emlékszem, hogy amikor elfogtak, akkor egy börtönbe vittek, és határozottan emlékszem, hogy valami katona ott a börtön előtt, mert azért nem voltak azok olyan klasszikusan kiképzett börtönök, ott nem tudom, miért, de krumplit pucolt. Csak arra emlékszem, hogy akkor mentem befelé, akkor hátulról úgy fenékbe rúgott, hogy szinte repültem, fájt is. És beütöttem a falba a fejemet. És akkor a cellának ez volt ráírva a falára, a lila tintaceruzával, hogy halál. És én, aki az imént azt mondtam, hogy soha nem emlékszem ilyen ifjú korabeli verseimre, de erre emlékszem, hogy akkor fölemeltem a fejemet, és érdekes módon ebbe a pillanatban azt a négy sort írtam meg, hogy úgy nem bánthat semmi csalódás, úgy nem sírhat senki miattunk, mint ahogy fájni tud egy emlék, amit kihagytunk.
Valószínűleg az életigenlése mutatkozott meg ebben. Néha elő szoktad énekelni a zeneszerzőknek a dalokat, ugye? Szoktad dúdolni, hogy arra nem gondoltál soha, hogy te énekeld a saját dalaidat? Te, arra nem gondoltam, hogy énekeljem, de ez nem akadályozott meg abban, hogy énekeljem, mert hiszen, amikor a sportcsarnokban 16 ezer ember előtt szerzői estem volt, akkor én énekeltem el a Mások vittek rossz utakra engem című dalt, hatalmas vastapsos sikerrel. Igaz, hogy csak akkor kerültem sorra, az voltam, mondtam a gyerekeknek, az énekeseknek, a színészeknek, a Bodrogitól, Kabostól, Hoffitól kezdve mindenkinek, a Kósnak, mindenkinek, a gyerekek. Csináltuk akkora sikert a számaimtól, hogy amire én sorra kerülök, akkor én már ne tudjak leégni. Szóval komolyan sosem vetted azt az ideát, hogy te énekeld a dalaidat? Nem, nem frusztrált az az érzés, hogy több száz sláger kötődik a nevedhez, de viszont nem mindig tudják az emberek, hogy igen, ezt te írtad, de azt tudják, hogy ki énekli. De az érzés frusztrált, sőt, hogy precíz legyek, idegesített. Alapjavéve jól jártam azzal, hogy nagyon tehetséges énekesek és nagyon tehetséges színészek adták elő a dalomat. Amikor konferáltam, akkor is mindig arra törekedtem, hogy védekezzem az ilyen kép, ilyen vonalon lévő esetleg nem kifejlett, finom legyek magammal, nem kifejlett tehetségemmel szemben. Azaz,
ha konferáltam, akkor mindig írtam magamnak 4 plusz poént, hogyha 3-at elrontok, akkor még a negyedikkel valahogy meg tudjam úszni. Ugye hát a lemezeid, de ha összeraknánk, akkor Budapesttől Párizsig mondjuk oda-vissza ki lehetne rakni az utat, és mondtad, hogy szerencséd volt, hogy remek előadók adták elő a dalaidat, igazából a legszélesebb körből, Zalatnai Cinitől, Kovács Katitól kezdve, Korda Györgyön, Kós Jánoson, át egészen az Apostol vagy Beatrice együtteség. Igen, egészen a Ruckai Éváig, Törőcsik Maríg, Darvas Éváig, igen. Hogy a színészeket is hozzátegyük. Hogy a színészeket is hozzátegyem. Valóban. Valóban, és én nagyon hálás vagyok nekik, mert ez egy közös siker. Olyan nüanszokon múlik egy siker. Ahogy a megírásban is például, hogyha azt írom csak, hogy mondjuk kicsit szomorkás a hangulatom helyett, ha azt írom, hogy mondjuk nagyon szomorú a hangulatom néha, lehet, hogy elaludtak volna az emberek. Nekem az az érzésem, hogy kis apróságokkal meg lehet fogni. Hogy ezek mennyire előre kiszámíthatóak, én bízom benne, hogy igen. Kicsit szomorkás a hangulatom, máma. Kicsit felém száll a boldogtalanság, mégis úgy érzem magam, mint a durcás kisgyerek, aki nem adja a játékát. Kicsit szomorkás a hangulatom, máma. Kicsit belém száll a boldogtalanság. Kicsit úgy érzem magam, mint egy durcás kisgyerek, kinek elvették a játékát. Kicsit szomorkás a hangulatom, máma. Kicsit borús lett e bőbájos világ. Kicsit elbántak velem, no de történt már ilyen, újra emelt fővel nézek rám. Gyere, 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 drága cimborám, gyorsan vigasztalj, látod, összeroppanok már. Gyere, 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 drága jó gitár, kell egy igaz dal, amitől a panasz hamarosan odébb áll. Kicsit szomorkás a hangulatom, máma. Kicsit borús lett e bűvályos világ. Na de megrázom magam, s ugye minden rendben van, újra emelt fővel nézek rá, újra emelt fővel nézek rá. Bravo! Ilyen legenda azt mondja, hogy te ott feküdtél az ágyon, szívtad egyik cigarettát a másik után, ők ott ültek a zongoránál, és te mindig mondtad, hogy újra, újra. Igen, ez így volt. Láttál már élő Magnót? Élő Magnót? A húsvérből való Magnót. Mert én voltam a húsvér Magnó, leültem a zongorán, az imád lefeküdt az ágyba, koncentrált anyat feküdt, és akkor elkezdtem játszani. Mit tudom én, egy olyan 2 ütemet. Várjál kicsit, várjál. Még egyszer. Na akkor most megint még egyszer. És ez kb. 20-30-szor így 2 ütemegint végigjátszom, vagy ezzel elment úgy 4-5 óra. Tehát ez kb. Olyan, mint a Magnónak megnyomják a pillanatáj, indulj vissza. Úgyhogy ez volt a módszer az Ivánnak. Ez volt az inspiráció. Így volt, hogy is mondjam, csak olyan, így került olyan feszült idegállapotba. Ő egyedül nem szeretett dolgozni, nem is nagyon szeret, ugye? Nem is szeretem. Tulajdonképpen ez a titka annak, hogy általában külföldi anyagokat én ritkán fordítottam, én mindig a magyar zeneszerzők mellett voltam, és tulajdonképpen teljesen magaménak érzem a zenét is, függetlenül, hogy te írod a zenét, ez nekem teljesen mindegy. Szóval én azt úgy érzem, hogy én
amikor az a végleges formáját elnyeri, akkor jelen vagyok, és ezzel részese vagyok az alkotásnak. És ezt követelem meg az zeneszerzőtől is. Hangsúlyozom neked, hogy én mindenkitől hagyok beleszólni a szövegembe. Én amikor megírok egy szöveget, néha az a bajom, hogy 6 variációval bolondítom meg saját magamat és a szerzőtársamat. Ők ezt igényességnek nevezik, én ezt néha kisebbségi érzésnek nevezem. Amikor a Hoffival együtt valamit csináltunk, nem tudom, 80 variáció között válogatunk. Ilyen teljes bizonytalanságba örítjük egymást. Tehát ezt azért mondom, hogy szívesen veszem. Mindenkinek a véleményét szívesen veszem, és mindenkinek a segítségét szívesen veszem, és ha helyettem egy zeneszerző szöveget ír, vagy énekes beleír, megköszönöm. Hogy szép volt, nem vitatható. Hiába nézem ellenséges szemmel, a változást mi rajta látható. Az ember áll, és megszólalni nem mer. Van szerelem, mely nem gyógyítható. Volt olyan dal, volt olyan színházi dal, amikor keményen meg kellett dolgoznod, hogy ez a hatás létrejöjjön? Én nekem az az érzésem, hogy minden alkalommal meg kellett keményen dolgoznom azért, hogy ez a hatás létrejöjjön. És nagyon nagy élmény az, hogyha az ember visszahallja, és mondjuk ha az ember érzi azt, hogy az elképzelései megvalósulnak, az ugyanolyan rossz, mint... Már ugye benne én sem vagyok mentes amellett, ugye azt mondom, hogy valami nem sikerült, azt mondom, azért nem sikerült, mert rosszul adták elő, vagy mit tudom én, de azért nézd, ez, hogy mondjam neked. Ilyen szempontból mondjuk az apám, vagy apámnak vannak olyan dalai, amelyeket ugye most már a halálán
apámtól is több mint 60 éve túl vagyok halál, amik ma is élnek. És ma is abszolút up-to-date-nek hatnak. Maga rég nem lesz a világon, mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig járnék maga után. Maga régen el lesz feledve, de csak általam lesz szeretve, csak is ön lesz várva nálam, kicsi babám. Mert az én szívem, ha egyszer titkon tüzet fog, minden pesti tűzoltó, ha-ha, nevetni fog. Maga rég nem lesz a világom, mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig járnék maga után. Csend, itt a Dixieland, újra megjelent. Kup, most bevág a dob, senki nem lefog. Négy, negyedben a vidámság, nem valamilyen kiváltság. Hát, derűsen hal, emek és dalt. Maga rég nem lesz a világom, mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig járnék maga után. Maga régen el lesz feledve, de csak általam lesz szeretve, csak is ön lesz várva nálam, kicsi babám. Mert az én szívem, ha egyszer titkon tüzet fog, minden pesti tűzoltó, ha-ha, nevetni fog. Maga rég nem lesz a világom, mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig járnék maga után. Maga régen el lesz feledve, de csak általam lesz szeretve, csak is ön lesz várva nálam, kicsi babám. Mert az én szívem, ha egyszer titkon tüzet fog, minden pesti tűzoltó, ha-ha, nevetni fog. Mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig járnék maga után. Beszélünk tehetségről. Igaz, hogy föltétlenül kell. De ne szégyeljük azt, hogy munka is kell hozzá. Meg kell. Amikor megkérdeztem, hogy mit csinálnál másképp, azt mondtad, hogy ugye többet szórakoznál, amit, mit tudom én, ma már nem csinálhatsz meg. Viszont az emberek többsége irigyel téged, hiszen az ő fejükben az van, hogy mennyi és mennyi élménye lehet annak az embernek, aki ezeket a szövegeket meg tudta írni, a találkozás egy régi szerelemtől kezdve a többi nagy-nagy szerelmes számodig. Igen, hát hogyha arra gondolsz, hogy ami az irodalomnak visszatérő témája, hogy az ember alkot valamit, hogy mennyi ebből a kötelező élményanyag, és mennyi a képzelő erő hatására született dal. Hát azt kell mondanom, hogy tényleg egyszer valaki kiszámította, hogy én írtam a legtöbb szerelmes dalt ebben az országban. Ebben mindjárt benne van is a válasz. Mert hogyha ennyi, ilyen mennyiségű dalt én mind élmény alapon írtam volna, akkor azt hiszem nem lett volna ahhoz se erőm, hogy ehhez be a fotelba ma leüljek, hogy veled beszélgessek. A dalokat, az az érzésem, az embernek vannak szerelmes élményei, csak azokat el kell tudni nem befagyasztani frigiderbe, de konzerválni kell tudni, és szépen be kell osztani azokat az élményeket a különböző dalok számára. És jól tudod, hogy egyébként valaki, akkor te tudod, hogy házasságban élek. Éppenséggel egy dal olyan volt, amit kifejezetten az anyukádhoz írtam. A Hosszú az a nap, amivel egyébként elég sok problémám volt. Mert hisz ez a dalszövegem volt az, amit nem akart senki megzenésíteni. Elvittem a Fényei Szabolcshoz, és azt mondta, hogy meg vagy őrülve. Az jó, hogy hosszú az a nap,
ami csókod nélkül múlik el, de mi az, hogy hosszú az út, ami küszöbben, ami megteszel, fürdes, meg valami más zene szerzőt ezzel. Akkor elvittem a Behárhoz, Kerekes Jancsihoz. Behár a végén azt mondta, hogy ide figyelj, Behárhoz, amikor elvittem, akkor már csináltam egy vakzenét. Behárnak is eltorzult az arca, amikor mondtam neki, hogy a küszöbb szó. De ő jóságos volt, és azt mondta, ide figyelj, nagyon jó, a küszöbb szó is jó, de a te vakzenéd olyan jó, hogy nincs szívem elrontani. Mi jelenjen csak meg a te zenéddel? Bár biztos, hogy mindenki jobb zenét tudott volna írni, de nagyobb sláger nem lett volna, azt hozzám. Hosszú az a nap, amely a csókod nélkül múlik el. Hosszú az az út, amit a küszöbön még megteszel. Hosszú a perc, míg átölelsz, míg minden elmesélsz, míg a gondjaidból hozzám visszatér. Az idő, aztán a búcsú újra oly nehéz, aki így szeret, annak a másikból minden kevés. Ha tudnád, hogy mennyire várlak, tán még jobban sietnél hozzám, hisz boldog az a perc, ha magadhoz lesz drága. Te azért születtél, hogy szeressenek. Én azért, hogy téged szeressenek. Csak annyit ér az életem, amennyi boldogságot adsz nekem. Hosszú az a nap, amely a csókod nélkül múlik el. Hosszú az az út, amit a küszöbön a perc, míg átölelsz, míg mindent elmesélsz, míg a gondjaidból hozzám visszatérsz. Rohan az idő, aztán a búcsú újra oly nehéz, aki így szeret, annak a másikból minden kevés. Ha tudnád, hogy mennyire várok, tán még jobban sietnél hozzám, hisz boldog az a perc, ha magadhoz lesz drágám. Ha tudnád, hogy mennyire várok, tán még jobban sietnél hozzám, hisz boldog az a perc, ha magadhoz ölelsz, drága. Te írtad, hogy mindenkinek van egy álma, és mi volt a te álmod? Ez igaz, hogy én írtam azt, hogy mindenkinek van egy álma, de ez nem vonatkozik rám, mert nekem állandóan és rengeteg álmom volt állandóan, és különös az a véleményem, hogy akinek nincs állandóan sok álma, annak a nappalai azok eléggé unalmasakká válnak. Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél. Van egy nagy-nagy ideája, az enyém te lettél. Egy bolondos ideája, az enyém te lettél. Mindenkinek van egy tévedése, jaj, nehogy te légy. Vigyázz, hogy szerelmes álmaim ne tépje semmi szív.
engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket illik ejteni. Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket illik ejteni. Lehet így, lehet úgy, de ha nincs is közös út, ábrányaidban ott leszek, ugyanúgy gyűrött nappalok, hosszú éjszakák, régi csók ízé, őrzi még a szám. Lehet így, lehet úgy, derű napfény kacagás, nem fotol engem soha más. Ezennel eljött az az óra, mely a búcsút hozza szeliden. De ember emlékezet óta búcsúval nem ért véget még a szerelem. Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket illik ejteni. Lehet így, lehet úgy, de az álmok mezején találkozunk majd te meg én. Ezennel eljött az az óra, mely a búcsút hozza szeliden. De ember emlékezet óta búcsúval nem ért véget még a szerelem. Engem nem